Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás és a három fontos kérdés ehhez, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat a díjam, minden jóslásnál 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És most megnézzük először, hogy mi az ő gondolata, mit tervez, ez itt felül és alul látható. A hold, itt a képen, jelentheti az anyukáját, vagy a gyermekkori emlékeket. Ez lehet egy gondolat nála. Amit a hold még jelent, ezek az álmok. Lehet, hogy álmodik, álmodozik rólad. Amit a hold még jelent, ezek az érzelmek, és ez megjelenik az ő gondolataiban. Tehát ez tudatos nála. Itt a 4-es szám utal arra, hogy mennyire fontos számára a biztonság érzete, amit szeretne kiépíteni, ez az ő gondolata, ez az ő álma. Itt látható, hogy befele fordul, meditál valami felett, és itt vannak nála elképzelések. De mivel így visszahúzódó, ez idő kérdése, amíg ez megvalósul. Az érzelmeit itt bal oldalon látjuk. A kelyhek szimbolizálják a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. De a 9-es szám azt jelenti, hogy itt még vannak korlátozások, hiszen nem meri kimutatni az érzelmeit, nem beszél erről nyíltan. De benne van egy ilyen változó korban, a transformációban, hiszen ez a mágikus segít abban, hogy kilépjen ebből a szűkös helyzetből, hogy áttegye magát a félelmeken, a bizonytalanságokon, és akkor meg lesz ez a varázslatos kisugárzás és a vonzalom kettőtök között. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt megjelensz az ő érzelmeiben, mint egy királynő, hiszen megbecsült téged, felnéz rá, itt megvannak az értékek, ő értékel téged. Amit az az arany érem itt jelent, a föld eleme. Itt gondolatokról, tervekről van szó, itt érzelmekről van szó, itt van a varázsló, és segít abban, hogy ez megvalósuljon, hiszen a föld eleme jelenti a reális dolgokat. És mit fog tenni? Itt lesz közeledés, megvan a bizalom, a szerelem kettőtök között, a csillagok segítenek, szerencsét hoznak, azt is jelenti ez a csillagkép, hogy minden úgy lesz, ahogy ez a csillagokban meg van írva. Itt a munkáról, a hivatásról van szó, és a kép mutatja azt, hogy ő szorgalmas, és jól dolgozik, de nem kapja meg a megbecsülést. Lehet, hogy emiatt olyan bizonytalan, visszahúzódó, de mivel itt látható az ő lépéseinél, az azt jelentheti, hogy ő beszámol neked erről. Ez a felvétel június 26-án jelenik meg. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Satabisa holdházban mozog. Lefordítva ez 100 gyógyító erőt, 100 szerencsét, vagy 100 félelmeket jelent. Ez azt jelenti, ha félelmeid vannak, akkor az blokkol téged.
Viszont ha átteszed magadat a félelmeken, bizonytalanságokon, akkor ott van a 100 gyógyító erő és a 100 szerencse. A mai napon, illetve amikor ez a videó megjelenik, a nap és a hold egy gyönyörű kapcsolatban áll egymással. Ez jelenteti a nőies és a férfias energiát, az öntudatot, vagy a tudatos dolgokat, a gondolatokat és az érzelmeket. Ez egy hangban van, mégpedig a levegő elemében, ami jelenti a mozgást, a könnyűséget, az ötleteket, a terveket, a beszélgetéseket, ez mind egy hangban van. A mai napon, ugyanúgy, mint tegnap is, Vénusz bolygó egy kellemetlen kapcsolatban van a két kármikus csomóval, Kétúval és Ráhúval. Kétú jelenti a múltat, Ráhú jelenti a jövőt, ha sokat töprengünk a jövőt illetően, vagy vannak rossz emlékek a múltból, ez korlátozásokat okoz, ez blokkol bennünket, különösen bennünket, hölgyeket. A megoldás az, hogy a jelent éljük. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák, ami a holdat illeti. Hát itt megvan a hamisság. Lehet, hogy az ő anyukája hamis, nem akar jót nektek, de a hold jelenti az érzelmeket is, és ez a hamisság utalhat negatív érzelmekre, félelmekre. És pontosan ez a téma a napon a Satabisa holdház által is, a 100 félelem és a 100 szerencse a mai napon az a fontos, hogy áttegyük magunkat a félelmeken. És a biztonság érzete, a meditáció, mit mutat a következő kártya? Hát itt a park van, az jelenti a nyilvánosságot, meg az elismeréseket, ez az ő vágya, az elképzelése, hogy mások felnézzenek rá, hogy megkapja az elismerést. És te, mint királynő, lehet, hogy uralkodsz a spirituális terület felett, hiszen a csillagok ugyanúgy, mint itt jelentetik az asztrológiát, a spirituális dolgokat. De azt is jelenti a kép, hogy ő megbecsül téged és boldog veled. Hol vannak nála korlátozások, vagy miért? Itt te jelensz meg az érzelmeiben, a korlátozás az, hogy nem tudja, hogy hogy viszonyulsz hozzá. Kell számára az elismerés, akkor bátrabb lesz. És a mágikus, hogy tud a mágikus segíteni? Itt kiépül valami, a ház jelentheti az alapokat. Persze az otthont is. Az is lehet, hogy most kicsit visszahúzódó, vagy azt is jelentheti, hogy meg akar látogatni téged, hiszen a ház lehet a te otthonod is. Vagy vannak nála álmok, amiben a mágikus segíteni fog, hogy a jövőt illetően itt kialakuljon egy közös otthon kettőtök között. A problémái a munkahelyen. Itt a gyermek jelentett egy új kezdetet, egy munkahelyi változást is, amit a gyermek még jelenthet, hogy olyan kis naív, és mások kihasználják az ő jó indulatát. És hol hoznak a csillagok szerencsét? Itt az utaknál, a döntéseknél. Egyrészt jelentheti azt, hogy a szerencse útban van hozzád vagy hozzátok, vagy lesz itt egy szerencsés fordulat, hiszen komoly döntéseket hoztok. Itt látható ez a szerelmes pár, te és ő. Mit mutat ehhez a következő kártya? Itt van a nagy szerelem.
az ő aktuális energiája, itt van a kulcs, ő mutatja majd a magabiztonságát, valamit lezár ezzel a kulcssal, egy időben kinyílik egy új kapu, ez lehet a közös otthon is. És a te aktuális energiát, itt látható a kasza, te el tudsz vágni valamit ezzel a kaszával, például a félelmeket, vagy le tudsz zárni bizonyos kapcsolatokat. Amit a kasza még jelent, ez egy meglepetés, hogy valami vagy valaki közeledik hozzád, egy olyan pillanatban, amikor nem is számítasz, erre lesz egy nagy meglepetés. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy annak is örülnék, ha meglátogatnál a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!